Hetedik alkalommal szerveznek Újfehértón országos gépész-kovács találkozót. A rendezvény főszervezőivel beszélgetek. Vendégem Szilágyi Péter. Szervusz Péter! Szervusz, szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Mielőtt bejöttél ide a stúdióba, pont mondtam, hogy annyira hihetetlen, hogy már hetedik alkalommal szervezitek meg ezt a találkozót, és kiemeltél egy nagy dolgot ezzel kapcsolatban nekem, hogy számotokra is meglepő, hiszen... hát nem szeretnék kérkedni vele, de ez a rendezvény ez úgy zajlik, úgy történik, hogy jó szándékú emberek, támogatók, szervezők, az Újfehértói Ipartestület, illetve jó magam, elindítottuk ezt 2009-ben, és nem áll mögötte semmilyen más szervezet, meg pályázat, meg egyéb ilyen dolgok, és ez szépen folyamatosan megy, tökéletes az összhang az ipartestület, illetve közöttem. Igen, hiszen amúgy a legtöbb gasztronómiai vagy kulturális rendezvény, fesztivál, találkozó manapság azért tényleg egy-egy pályázat alatt futhat, vagy neve alatt futhat. Ez tényleg így jó szándékú emberek, ahogy te is mondtad, gépészkovácsok és megszállottak találkozójaként jöhetett ez létre. Milyen jellegű programokkal várjátok idén az érdeklődőket? Mennyire lesz más esetleg, mint az elmúlt években? Hát én azt szoktam mondani, illetve magamban megfogalmaztam, hogy úgymond túllicitálni az előző rendezvényt nem szabad, mert aztán eljön a csúcspont, és akkor onnan már lefelé. Tehát igyekszünk mindig egy szintet tartani, ami korábban is volt. Hát az idén már most hagyományosnak mondhatjuk, hogy véradásra van lehetőség 10 órától a Magyar Vöröskereszt szervezésében a rendezvény ideje alatt. Aztán a veterán járműveknek a kiállítása reggel. Kicsit mondhatom ugye is az időpontokat. Persze, hajaj, de még mennyire, hiszen azért 27-én most szombaton lesz ez a rendezvény, igen. És hát ingyenes rendezvényről van szó, ezt igen, is fontos igen. Kiemelni, de hát akkor halljuk, hogy mikor érdemes már mozgolódni. Tehát reggel 8-tól 16 óráig látogatható a kiállítás, 9-kor van egy rövid ünnepélyes megnyitó, és 10 órától a veterán traktorok, járműveknek a felvonulása Újfehértó területén. Összesen egy olyan 6-7 kilométert fognak ezek a járművek bejárni településünkön, és hát fel lehet ráülni a közönségnek. Tehát ebben az az érdekesség, hogy a közönség fölülhet ezekre a járművekre. Máskor ugye nem lehet, most igen, rendőrségi felvezetéssel történik ez a dolog. Milyen különleges járművek fognak majd felvonulni, ami mondjuk a te szívedet is megdobogtatja? Szerintem mindegyik különleges. Tehát a maga nemében mindegyik különleges, de talán ha jók az információim, akkor most lesz 4 olyan traktor egy traktorsorozatból, amit így együtt nem szokott elvinni a tulajdonosa. Tehát 4 egy típusból 4 különböző teljesítményű lesz kiállítva a Újfehértón. Ez a Hoffer márka, tehát ez egy régi traktor, és ennek különböző teljesítményű gépei lesznek ott. Ez talán érdekesség, aztán nagyon érdekes lesz még a Fehérgyarmatról jön egy mozdonyépítő, egy gőzmozdonyépítő, a Varga Józsi, és akkor ő szokta ott ezen a rendezvényen a gyerekeket a gőzmozdonyával szállítani fels alá. Ez is bizonyára nagy érdeklődésre fog számot tartani, elsősorban a gyerekek részéről. Ha jól tudom, akkor egy újabb mozdonnyal jön. Tehát amit 2 esztendővel ezelőtt láthattak ott, az már most nem lesz, egy teljesen új építésű mozdony lesz. Akkor ezek szerint tényleg próbáltok újítani, és a szintet bőségesen tartani, és amúgy a gyerekeket említetted, nekik aztán bőven kedveztek, hiszen lesznek ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, és ne feltétlen csak a idézőjelbe földfelszíni járművekről szóljunk, hanem lesz itt más is, ha minden igaz. A gyerekekhez egy mondat elejéig, ha visszatérhetek még, akkor azt azért fontosnak tartom elmondani, hogy a Újfehértói Városi Múzeum is segít nekünk ebben a rendezvényben, és hiszen mi férfiak nem igazán értünk a gyerekek nyelvén, nem tudunk úgy beszélni, mint a hölgyek, múzeum dolgozói inkább hölgyek, és a Városi Múzeum kertjében lesz egy gyerekprogram, ilyen ügyességi játékok, ilyen malomkővel darálás, nagy érdeklődésre szokott számot tartani a gyerekek körében, hiszen ilyen eszközöket ők nem látnak már mostanság. És akkor a programnak a része lesz valóban 14 órától egy régi bemutató. Természetesen ez csak az alkalmas idő esetén fog megvalósulni, hogyha rossz az idő, nem kedvez a repülésnek, akkor ezt nem fogjuk tudni, mert akkor kockázatos.
Én amondó vagyok, hogy 8 órakor már érdemes Újfehértón lenni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Péter. Mi kell, mi kell?